Kálóczi Regina, Lenner Vanda és Sós Bendegúz képviselte a Befak Keszthelyi Erdész Lövész Klubot a Budapest Szuperkupán. A serdülő sportolók ligpisztoly 40 lövész számban indultak. Kálóczi Regina első, Lenner Vanda ötödik lett, a fiúknál Sós Bendegúz pedig ezüstérmet szerzett. Az aranyérmes Regina élete legnehezebb versenyén van túl. Lőttünk először 40-et, abba 361 kört értem el, aztán jött egy döntő, és azt is megnyertem. Edzője, Keceli Zoltánné szerint Kálóczi Regina egészen különleges teljesítményt nyújtott rajtcél győzelmével. Végigvezette az alapversenyt és a döntő minden egyes párbaját. Sorra lőtte a tízeseket a keszthelyi lány. A lövészek sportpályafutások eddigi legösszetettebb versenyén vettek részt, hiszen az alapversenyt követően döntőben is lőhetett Regina, valamint Bendegúz, ami újabb kihívást jelentett a fiataloknak. A keszthelyi Erdész Lövész Klub nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre. A vezetés nagyon büszke az ifjú sportolókra. Ez a teljesítmény, amit ők most az elmúlt hétvégén sikeresen teljesítettek, ez azt jelenti, hogy az utánpótlás nagyon jó lábakon áll nálunk, nagyon sokan járnak hozzánk, és a szakmai edzésben hallgatnak ránk, elfogadják. Én azt gondolom, hogy Major Vera 2-t láthattunk a versenyen, Kálóczi Regina személyében. Major Veronika minden ifjú sportlövőnek már most példaképül szolgálhat. Az olimpiai kvótás bajnok tavaly még nem gondolta azt, hogy idén is a tokiói olimpiára fognak készülni edzőjével, Keceli Zoltánnal. Az ötkarikás játékokat 2021 nyarára halasztották a koronavírus járvány miatt. Idén szerettem volna részt venni rajta, hiszen nagyon jó formában voltam, de semmi gond, próbáljuk megtartani a jó formát. Ez mutatja az országos bajnokság is, hogy ott majdnem világcsúccsal nyertem az alapversenyt, 591 kört lőttem, ugye a világcsúcs az 594, szóval nagyon-nagyon közel voltam hozzá. A jó forma megvan, most is úgy érzem, légpisztolyjal és sportpisztolyjal is, úgyhogy várom a jövő évet. Keszthely sportlövője a járvány előtt szinte minden hónapban edzőtáborozott vagy külföldön versenyzett. Most folyamatosan itthon edz, éppen a Hungarian Open nemzetközi versenyre készül. Azt mondja, hogy abszolút megvan a motivációja, minden nap az olimpia gondolatával kell és fekszik. A járvány ellenére is folyamatosan edzenek a lövészklubnál, a távolságtartás miatt csak minden második lőállást tudják használni. A Magyar Sportlövők Szövetsége folyamatosan online versenyeket szervez, melyek legjobbjai országos döntőn vehetnek részt.